Ez itt a Start Plus továbbra is, és azt mondom, hogy vannak olyan pillanatok, amikor tényleg érdemes jó hírt adni, ráadásul még erőt is ad ez a jó hír. Itt van velünk Fazekas Bálint az Euronix, szerintem egyébként Euronix, de Magyarországon mindenki Euronixnek mondja, most legalább megtudjuk, hogy hogy mondják. Az Euronix műszaki áruházlánc igazgatósági tagja. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Üdvözlöm Önöket! Szóval... Önök 300 háztartási gépet adományoznak magyar egészségügyi intézményeknek. Én azt mondom, hogy ez a társadalmi felelősségvállalás, vagy mondjuk úgy, hogy a cégkultúra. Nem tudom, mennyire volt nehéz meghozni a döntést, meg lebonyolítani ezt az egészet. Kérem, meséljen nekünk egy picit erről. Így van, ugye mi egy 30 éves családi vállalkozás vagyunk, és folyamatosan szervezünk karitatív tevékenységeket, és úgy gondoltuk, hogy a kórházak terheltsége az olyan szintre tud növekedni a következő időszakban a vírus miatt, hogy szeretnénk a vírus elleni harcból mi is kivenni a részünket, és segíteni azokat, akik az egész napjukat azzal töltik, hogy a betegeket gondozzák és a vírust megfékezzék. És azért is gondoltuk, hogy olyan termékeket adományoznánk, ami mind a mostani vírus alatt és a vírus utáni időszakban tud majd segíteni az egészségügynek. Ezért döntöttünk úgy, hogy 150 darab nagy háztartási gépet, például mosógépet, szárítógépeket adományozunk, amelyel tisztán tudják tartani, és feltétlenül tudják a maszkokat és az egyéb vírus elleni ruhákat. Valamint továbbá ajándékozunk 150 darab DIRASZ kisháztartási gépet is, kenyérpirítókat és vízforralókat, amikkel pedig szeretnénk egy kicsit kényelmesebbé tenni azokat a hosszú napokat, amiket az intézményekben töltenek el. Abba avasson be minket, ugye azt mondja, hogy adományoznak egészségügyi intézményeknek. Az hogy döntik el, hogy hova? Tehát, hogy egy picit ennek a szervezésébe, vagy erről a szervezésről mesélni, hogy hogy választják, hogy melyik intézmény kap és melyik nem? Tehát hogy lehet ez? Igen, 30 évvel rengeteg alapítványnak segítettünk, van egy saját alapítványunk, a Jó Tündér, amivel nagyon sok már egészségügyi intézményen segítettünk. Tehát így azért a 30 év alatt rengeteg tapasztalatunk lett ebben, hogy hogyan tudunk a legjobban segíteni. Nyilván nagyon nehéz döntés, mert rengeteg pályázat érkezett. Figyelembe veszük a készleteket, figyelembe veszük azt, hogy melyik régió mennyire elmaradott, melyik... A pályázat érkezett, bocsánat, hogy közbevágok, az mit jelent? Tehát pályázni kell Önökhöz? Így van, tehát tegnap zárult le a pályázat, és ma délután fogjuk kihirdetni az eredményeket. Ez az euronix.hu/együtt sikerül oldalon lesznek megtalálhatóak a nyertes pályázatok. Ezek egyébként már meg is vannak. Összesen 75 intézménynek szerettünk volna segíteni két-két darab készülékkel, azonban most is látható volt, hogy az egészségügyi intézmények Magyarországon összefognak, és ott, ahol csak egy-egy darabra volt szükség, ott inkább azt mondták, hogy egy darabra pályáznak, így lehetőséget adnak egy másik intézménynek arra, hogy ő is a maradékra pályázzon, és így összesen 96 darab nyertes pályázatot fogunk kihirdetni. Na most lehet-e még pályázni, van-e még határideje a dolognak, hogyha ezekben a pályázatokban igazából mi szerepel? És hogyan bírálják el a jelenlegi környezetben? Bár mondjuk Önök egy családi vállalkozás, tehát akár még találkozhatnak is. Így van, tehát családi vállalkozás vagyunk, és a cégnek az igazgatóságából állítottunk fel egy bizottsági csoportot, akinek kifejezetten ez a feladata, hogy nagyon szorosan figyelemmel követi a pályázatok beérkezését, elbírálását, és utána pedig én is személyesen fogok átadni több intézménynek ezeket a nyertes készülékeket. Még egyszer döntöttek? Bocsánat, a határidőt még kérdezünk rá, igen, egy pillanatra. A határidő az tegnap zárult le, és ma délután már érdemes nézni a weboldalunkat, mert hamarosan látható lesz a nyertes pályázatok listája. Na és mi alapján döntöttek akkor? Tehát mi szerepelt ezekben a pályázatokban? Nyilván leírták, hogy mire lenne szükség, de hát ugye ezt nyilván minden intézmény leírta. Így van, azt is leírták, hogy mire használták. Nagyon sokan azért kerestek meg minket, mivel nem volt elég lehetőségük, vagy elég eszközük arra, hogy mondjuk a maszkokat tisztán tartsák. És ez most nagyon-nagyon fontos a vírus leküzdése érdekében, hogy a maszkokat hordja a magyar nép, és a maszkokat tisztán tartsa. És ott, ahol az egészségügyben rengeteg páciens, rengeteg vírusos emberrel találkoznak, ott, akinek erre volt szükség, és ez miatt pályázott rá, az egy nagy előny volt. Egyébként hogyan állították össze azt, hogy mit mondta, hogy ugye 150 nagyobb háztartási gépet és 150 más háztartási gépet osztanak ki? Ez hogyan nézett ki? Tehát, hogy valamiféle igényfelmérés volt? Vagy Önök is megnézték, hogy Önöknél mi szerepel például, hogy miük van?
Hát a fő ötlet az az volt, hogy olyan dologgal segítsünk, amivel a mostani vírus megfékezésében is tudunk segíteni, de ezek az eszközök a jövőben is segítséget nyújtanak az egészségügy számára. Tehát egy hűtő, egy mosógép, egy szárítógép, ezek mind olyan termékek, amik most a megnövekedett igénynél nagy segítség, de a jövőben is ott lesz az egészségügyben dolgozók számára. Természetesen azt is figyelembe vettük, hogy milyen készleteink vannak, de szerencsére négy legnagyobb partnerünk is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és ők is adományoztak készülékeket, és velük együtt csináljuk ezeket az adományokat. Hogyan történik majd a kiosztása, a szétosztása ezeknek a készülékeknek? És mikor? Gyakorlatilag jövő héttől már lehet rá számítani, az összes nyertes terméket ingyenesen fogjuk kiszállítani az intézményekhez, hogy számukra ezzel se kelljen időt tölteni. Több pályázatot személyesen fogok átadni. Hát ennek nagyon örülünk egyébként, így a vége felé árulja már el, mert kínzó a kérdés, és nem kaptam még rá választ, hogy Euronix vagy Euronix. Ahogy tetszik. Egyébként önök ott akkor azt mondja, hogy családi vállalkozás hogyan ejtik? Mi a családi vállalkozásban Euronixnek egy kicsit magyarosabban, hogyha angolul áll valaki hozzá, akkor pedig Euronix. Jó, én pedig az utolsó fél percet megtartom magamnak. 2010. október 4-én ugye átszakadt a vörös iszap gátja, illetve átszakadt a gát, és ott borzasztó károkat okozott. Megcsörrent a telefonom, ismeretlen telefon hívott engem, és hogyha jól emlékszem, akkor az ön édesapja hívott engem, és azt mondta, hogy 10 millió forinttal szeretné a kolontáriakat és a környékbelieket Somlóvásár helyieket megsegíteni, és én ennyire precízen, gyorsan, gyakorlatilag működő, mondjuk így akkor családi vállalkozást nem láttam még, és ahogy látom az ön személyében, akkor az utánpótlása is megvan. Ennek őrizzék meg ezt a jó hagyományt, és köszönjük szépen, hogy beszélhettünk. Köszönjük szépen, jó munkát! Köszönjük! Köszönjük.